A legfontosabbat, hogy tudnélik, mennyibe kerül a magyar Opel Astra, mindjárt az elején bejelentette Ernst A. Hoffmann, a GM Hungary vezérigazgatója. Nos, az 1,1 literes 5 ajtós alaptípus ára 998.500 forint. Antal József miniszterelnök azt hangsúlyozta, az Opel gyár révén egyszerre jutottunk a legkorszerűbb amerikai és német technológia birtokába, s még inkább bekapcsolódunk a világ gazdasági vérkeringésébe. Robert G. Eaton, a General Motors európai elnöke pedig elmondta, az Astrával Magyarországon mindenkit igyekeznek megelőzni, már ami az eladott autók számát illeti. A legelső Szentgotthárdi Astrát Antal József kormányozta le a szalagról. A numero 1-es autó egyébként a közlekedési múzeumba kerül. A gyárban idén 10 000, utána pedig évente 15 000 gépkocsit szerelnek össze, 5 ajtós és kombi változatban kétféle benzinmotorral. Minden alkatrész Németországból érkezik. Egyelőre 400-an dolgoznak itt, a végső létszám 650 körül lesz majd. Ami ha nem is teljes megoldás, de nagy segítség a térség munkaerő gondjainak enyhítésében. A magyar Opel Astrák eladása április 11-én kezdődik.